A reggeli személyben pedig dr. Szónok József D.L.A., az Egri Vizuális Művészeti Intézet Vizuális Nevelés és Művészet Elmélet tanszékének vezetője, egyetemi docens. Jó reggelt kívánok! Abban maradtunk, hogy, hogy tegeződni fogunk. Nem lehetett volna valami rövidebb címet adni ennek az intézetnek? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy minnyi egy hiba javítással no. kezdem, mert én a Média és Design Intézetnek vagyok az igazgatója. Már egy kicsit távol vagy a mikrofontól Igen, már nekem. is vagyok. Nem tudom, hogy így jó-e. Jó. -e. jó. <laughs> Szia, Nem is tök. köszöntöm a kollégának. Jó reggelt. Köszönöm. Szóval én a Média és Design Intézetnek vagyok az igazgatója, ami egy évve alakult át tulajdonképpen tanszékből, az eredeti felállás a Vizuális Művészeti Intézet négy tanszékből állt, ebből az egyik a Média és Design tanszék, ami most önálló intézetként működik augusztus 1-e a fenntartóváltás óta, ugye a felsőoktatás átalakítása, szervezése folyamán bizonyos uh, intézetek alapítványi fenntartóhoz igen. kerülnek, uh, és bizonyos intézetek, így a miénk is, vagy egyetemek, e egyházi fenntartás alá kerültek. A tiétek egyházi fenntartás a alá kerültek? Egyébként tulajdonképpen az eredeti alapítóhoz került vissza, Aha. de úgyhogy közben azért hívták minnek is. Úgyhogy igen, a, a te... tanárképző főiskola volt. Így van, és ennek az Egri Hosimin uh, tanárképző főiskolának 1948-ba alakult a rajz tanszéke, ugye ez tanárképzés volt, és akkor ebből a rajztanszékből lett aztán, mondjuk így, hogy a rendszerváltás után indult el egy folyamat, ahol először csak művészet közvetítés, tehát ez a pedagógiára rákapcsolt, vagy ahhoz kapcsolódva művészet közvetítő képzés indult el, de aztán a 2010-es évek közepétől már művész szakok is, emmá szakok, tervező grafika, grafikus művész, aztán beindult a mozgóképes képzés is, és most a tavaly aztán festő emmá is szerezhető már. Egerbe, de ez a teljes vertikumja a néhai vizuális művészeti intézetnek. Én itt most a média és design intézet vezetőjeként beszélgetek. Akkor ezt most már így áthúzzuk, tehát nem vizuális, hanem média és design. Egyébként mi az a média design? Hát most az első bevezető magyarázata alapján, nem tudom, azt hiszem lesz összesen három kérdés az egy órában, tehát hogy ez a második, akkor majd még jól gondoljuk végig, hogy mi, mi, az utolsó, amire... Na most félretéve a, viccet, ez a, fél a viccet, ez a média design, ez ugye egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen grál, mert ö, valahogy azt gondolja az ember, hogy a, hogy a, hogy a kommunikáció architektúrája és esztétizálása ö, gyakorlatilag ö, egy olyan szerepet játszik a, a mai, egyszerűen a mai életben, a mai kommunikációban, az emberek közötti viszonyban, az üzleti szférában, a kultúrában, hogy gyakorlatilag egy ilyen kulturális kanibalizmus zajlik. Tehát a, a, a médium felfaja a gyermekeit. Ö, és ugye ez egy ilyen elképesztő gyors ö, technikai fejlődés ö, után. Most nem is tudom, hogy az iPhone a tizedik generációnál van, de 13. tulajdonképpen, ö, a, ha megnézzük az első öt generáció alatt, igazándiból csak technikai. Ö, egy olyan technikai fejlesztés volt, ami után a tartalomfejlesztés az csak kutyagolt. volt. Tehát tulajdonképpen az volt, hogy jó, akkor a foci meccset meg tudjuk nézni, vagy a YouTube-ot meg tudjuk nézni a telefonon, de tulajdonképpen a telefon képernyőjének mérete és a, annak a képfogyasztás ergonómiájának megfelelően nem nagyon született meg. Tehát sokkal gyorsabb a technikai fejlődés, mint ahogy ezt tulajdonképpen most már azért, azért nem teljesen az a helyzet, de az indulásnál tényleg az volt, hogy, hogy én úgy éreztem legalábbis, hogy a forma nem követi a médiumot, de hogy ez mennyire, ez a média design mennyire, tehát az, ahogyan kommunikálunk, amit kommunikálunk, hogy mennyire befolyásolja a dolgokat, egy vicces példát mondanék el. Tulajdonképpen ugye mindennek megvan az előképe, nem csak a, a, az eszközöknek vannak meg az előképe, képei, tehát egy ilyen média-archeológiai ösvényen lehetne visszahaladni, hanem minden egyes képnek megvannak az előképei, tehát mindegyik kép egy ős képi formulát, vagy egy pátosz formulát, hogyha abbi Warburggal szeretnénk élni, aki mondjuk ö, 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 ugye azt, azt vizsgálta, hogy hogy adódnak át kultúránkon keresztül ezek az alapképek, mm. amik tulajdonképpen perbutálódnak, meg variálódnak, és akkor azon keresztül ö, ha ránézel valami sokkal-sokkal régebbit, mélyebbet látsz, anélkül, hogy tudnád. Na most a, a média design és az egész technológiai fej, a technológia fejlődése, és ahogy ez ugye egyre nagyobb ö, ö, szerepet kap az életbe, két történetet mesélnék el. Az egyik az az, hogy állítok a Rothschild család az úgy ugrott igazán szintet, hogy a Waterloo-i csatáról Londonba ők értesültek legelőször, hogy ki nyerte, vagy ki vesztette. Egyszerűen ők előre berendeztek egy postagalamb vonalat, hogy a londoni tőzsdé időbe lehessen mozdulni. A másik, hogy hogy ez oda-vissza is hat, tehát nem csak ebbe, ebbe az irányba hat, hanem visszafelé is hat. Tehát például amikor a morze kódolás megszületett, utána egy-két évvel elkezdték az emberek az asztalokat is táncoltatni. Tehát hogy a spirituális világra is hatott a a kommunikáció fejlődése. Na most ez jól mutatja azt, hogy, hogy a visszafelé, tehát hogy egy ilyen hogy egy ezoterikus szférára is kihat az, hogy a technológiában, a kommunikációban mi történik. Tehát lássd morze és az Asztal táncotatás. Ami ma történik, az ugye ez egy sokkal-sokkal összetettebb dolog. Tehát van egy film, én szerintem az egész az idővel, kapcsolatos az, hogy feldúsulnak a helyek, feldúsulnak a, a, a lehetőségek, ugye, és egyszerűen nem tudsz mindenhol jelen lenni, és akkor egyszerűen csak létrejön, és ez pont a pandémia hossza elő egy ilyen tele jelenlét, ahol egyszerre több helyen vagy jelen, de igazániból mégse vagy sehol igazán jelen. Én van egy film, az a cím, hogy In Time, egy komersz hollywoodi film, de egy, egy disztópikus világban játszódik, ahol az idő Vel fizetik ki a munkát. És akkor van egy jelenet, hogy a, a gyár kantinjába valaki a pulthoz, és mondja, hogy egy kávét kér, és akkor erre azt mondja neki a nő, hogy 5 perc lesz. És erre azt mondja a azt hogy lehet a múlt héten még három perc volt. Azt mondja neki, hogy mit akar, kávét vagy vitatkozni. És az embereknek az akarján ebbe a filmbe van egy display, amin fent van a tiszta életidejük. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy dolgozó, bemész valahova, és akkor... akkor akkor nő, és bármit fogyasztasz, vagy valami, akkor csökken az életműködő És tulajdonképpen tényleg nem. az van, hogy, hogy ezek a, ez, ez, hogy két klikkel ott vagy, vagy nem vagy ott, vagy hogy akkor most tényleg mi a különbség, az előbb, mielőtt elindult a, 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 az adás, ugye beszélgettünk már erről, hogy például a digitális és az analóg kép közötti különbség, tehát erről könyvek vannak teleírva, hogy akkor, hogy akkor, hogy, hogy miért ér vissza a bakelit, Miért tér vissza a hát, Miért tér vissza az analóg? Miért fényképeznek fiatalok analóg fényképezőgépre, amit aztán bedigitalizálnak. Hát, hogyha most egy nagyon egyszerű popkulturális párhuzommal próbálnám ezt megmagyarázni, akkor ugye vannak a ugye a Harry Potterben vannak a, akik varázsberő erővel bírnak, és vannak a Mooglik. Ugye a Csillagok háborújában meg vannak a Jedik, meg a többiek. A többiek azok lézerpisztolyt használnak, ez mondjuk a digitális fényképezőgép analógia, de az igazi Jedi az lézerkardot használ. Tehát annak megvan egy ilyen bizonyos ö, ö, akció rádiusza, vagy rádiusza, de ők mégse pisztolyt használnak, hanem kardot. Tehát, hogy van benne egy biztos, hogy van benne egyfajta nosztalgizálás, biztos, hogy van benne egy ilyen nagyon-nagyon magas faktor is, de az is benne van, hogy az, aki már egyszer is vesztett el, vincsesztelt, vagy szállt el neki a, 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 a nem tudom micsodája, tehát nyilván a fotó negatívokat is el lehet veszteni. De érdekes, mert én mutattam neked egy képet, ami ráadásul pont analóg volt. E, el tudod, tehát, hogy szerintem meg lehet különböztetni a, a digitális géppel és az analóg géppel Hát itt, készített itt képeket. szerintem megérkezünk a, a, a vizuális közterviselés legspirituálisabb sarkába, tehát, hogy erről komoly viták folynak, ugye a kép szemcsézettsége, a pixelek, a fények, a nem tudom, mi. Én ebben nagyon nem mennék bele, mert pont most olvastam nem olyan régen az analog Bosszúja című könyvet, ami a, 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 az utcán található könyvautomatákból vásárolható meg, és ott felsorolja azokat a médiumokat, amiknek tulajdonképpen el kellene tűnniük. És, és tűnnek is? A, el is tűnnek, de pont abban a pillanatban, amikor hivatalosan eltűntek, egy elképesztő hype térnek vissza. Tehát az egész, tehát például a diákok nagyon érdekes volt, most a diákok ugye, hoznak dolgokat, megnézzük az órán, és akkor beszélgetünk róla. És akkor, és akkor az egyik hallgató hozott egy videót, amit saját maga forgatott, de rakott rá filtereket. És rakott rá egy szuper 80- filtert, ami ugye a karcolás nyomokat tartalmazza, Igen. meg egy-két olyan képi elemet, ami a hívás közben rajt maradt, a rajt maradt kosz, illetve ugye a karcolás Igen. pedig a már vetített, a vetítőgép képkapuján már áthaladt, és akkor kapott Megkarcota. ott egy karcot. Na most ez a hallgató már ugye a, a, a Z-generációhoz tartozik, és ő a, a, kérdeztem tőle, hogy milyen filtereket használt, és akkor azt mondta, hogy ez a VHS lukk. És akkor mondom neki, hát itt ez egy technológiai dolog, tehát a VHS az nem karcolja meg a filmet. Tehát ez mondom még egy korábbi. Tehát ők ezt ugye itt van egyfajta egy ilyen retro terrorista, vagy retro terrorizmus, vagy egy ilyen retro diktatúra, ami ugye tér vissza, ami ugye a mi generációnknál még inkább ugye 70-es évek volt, de most már ez az egész 90-es évek ugye annyira erősen itt van, tehát most jelent meg szintén tavaly a Kapitalista Realizmus című könyv a Mark Fisher-től, aki ugye azt mondja, hogy ez a generáció és ez a korszak, és itt, itt a média design kérdésre kanyarodnék vissza, tehát ő azt mondja, hogy pontosan ezzel az egész ö, ö, technológiai fejlődéssel a digitális környezet szinte rákos daganatként való búrjánzása olyan mértékben is hat a kultúrára, hogy például igazándiból azt mondja, hogy a mostani folklór a, ennek a szűrmodern vagy poszt-posztmodern állapotnak a folklória, a, a népzenéje, a hip-hop, ami ugye az utcára jön, de nagyon jól megkülönböztethető a 90-es évektől, mert a 90-es években még születtek popszámok, klasszikus pop popszámok, amikből vannak idézhető részek. Igen. Na most a DJ kultúrával felfutó, gyakorlatilag a kapitalista-realista kultúra pedig már a 90-es évekből idéz, és aztán alá valami, rábeszél valaki még. És ebből, ha majd 20 év múlva idézni akar valaki, akkor csak azt a részt tudja idézni, amit már ő is idézett a 90-es évekből. Tehát én szerintem most egy ilyen állapotban vagyunk, ez az egész, hogy, hogy van-e még szellemi tulajdon, vagy tartalom, vagy tényleg az, hogy meg kell-e valamit tanulni, vagy egyszerűen két klikkel mindent el tudok érni ez nyilván egy generációs kérdés. A kultúrát ugyanúgy féltették a mi generációnktól, hogy amit túl sokat tévézünk. Persze, és a mai gyerekek meg folyamatosan a gépeket nyomogatják, és akkor jönnek a szülők, hogy ezért, hogy fiam, tedd már le a gépedet. De hogy arról beszélgettünk Judit reggel, és majd azért visszatérünk arra, hogy, hogy jó-e az a világnak, a mindenkinek a rendelkezésére áll egy filmfelvevő gép, és gyakorlatilag bárki Pazolintól, Kasszavetszig tud filmeket készíteni, olyanokat is nagyjából, meg kicsivel jobbakat is, amit aztán fél óra múlva felrak a YouTube-ra, és rá lehet csodálkozni, hogy milyen technikák vannak, de hogy a reggel beszélgetésünk tárgya az volt, hogy hogyan változik meg a kommunikáció, hogy hogy milyen a betűk, az emojik után, tehát hogyan fogunk majd kommunikálni, megviselni egymásnak mi emberek. Hát a kérdés első részére egy nagyon provokatív válaszom lenne, tehát hogy jó-e az. Jó. Nem tudom, hogy jó-e az, de ugye vannak ilyen statisztikák, hogy ebben a pillanatban éppen meg, hány kép töltődik fel mondjuk. Van egy provokatív megközelítés, ami ezt egy pixel holokausztként. ugye holocaust azt jelenti, hogy élő szék, és valaki ül egy székbe, vagy áll és nézi ezeket a képeket, amit tulajdonképpen abban a pillanatban el is ég, ahogy ugye megjelent a szeme előtt. Én azt gondolom, hogy én, én a rákhoz tudnám hasonlítani egyébként, és szerintem ez egy ilyen metasztázis állapota, mert tulajdonképpen a gondolatok helyett már képek vannak a fejünkbe, és ezek a képeknek a nagy része idézetek filmekből, meg nem tudom honnan, ezeken keresztül gondolkodunk. Tehát az egyik diploma a tavalyi évben egy olyan gyerekkönyv volt, ami kiterjesztett valósággal, telefonnal, a, tehát a három-öt éveseknek szóló mesekönyv képeit, tehát nem tudom, a kiterjesztett valóság ugye az, nem tudom, a hallgatók számára ismerte, de a lényeg az, hogy fogod a telefonod, és oda teszed a nyomtatott tartalom fölé, és akkor megjelenik három dimenzióba egy egy figura vagy éppen amit az illusztráció ábrázol. És ott elindult egy vita, hogy és itt jön be a média design, hogy a, a hogy a meg valósítható. Valóban jó-e az egy három éves gyereknek, hogy a mesekönyvhez fölé oda teszi a telefonját, és akkor látja 3D-be kirajzolódnia, a nem tudom, a bicebócát, vagy a kis békát, vagy jobb lenne inkább, hogyha ezt fejbe saját maga megoldaná legalábbis, tehát nyilván nem lehet elzárni a gyerekeket, egy idő után jönnek, de én annak ellenére, hogy ugye nálunk ezt tanítjuk, Szerintem a tudatos médiahasználat és média tartalmak létrehozásának van egyfajta ilyen felelőssége is, vagy hát tulajdonképpen intellektuálisan fel kellene nőni ehhez a dologhoz. Nyilván az, hogy most kinek mennyi ideje van, vagy, 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 vagy mire tudunk hivatkozni mi, hogyha emoji tudunk mi kommunikálni egymással. A kormány is emoji-kkal kommunikál Tehát teh teh ide jutunk el, tehát egy ilyen digitális középkorhoz jutunk el, ugye amit Umberto Eco már elég régóta ö, vizionált, vagy elég régen vizionált, leegyszerűsödnek ezek a dolgok, és itt újra a sebességről van szó. Tehát amikor te sétálsz az utcán, és látsz egy plakátot, ahol már nincs is szöveg, hanem egy... Érzelmet megjelenítő, vagy néhány érzelmet megjelenítő jel kombinációját látod, azonnal látsz valamit. Gyakorlatilag nincsen semmi gondolati munka munkaben, vagy valami ö, intellektuális abstrakció, hogy akkor van egy leírt szöveg, és akkor azt elképzeled. Én nem akarok skeptikus lenni, mert az ugye nagyon ö, ö, lehet szűsíteni ezt az egész dolgot. Valószínű, hogy a könyvek nem tűnnek el, ahogy nyílnak új könyvesboltok, egész más funkciókkal is, tehát egy közösségi terekként nyílnak meg akkor, amikor a papírnak el kellene tűnnie. De valószínű, hogy ilyen kulturális gettók lesznek, ami valószínűleg az egzisztenciális vagy társadalmi szegregációnak megfelelően, fog működni. Tehát, hogy megjelenik egy könyv, azt lehet tudni körülbelül, hogy milyen társadalmi rétegből jut el az emberekhez, és azon kívül nem. És valószínű, hogy ez egyre jobban erősödik. Egyszer beszélgettem egy programozóval, aki mondja, hogy ő még az én generációmból van, most már szenior fejlesztő, német cégnél, de azt mondja, hogy ott vannak a fiatalok, akik nem írják már meg a kódot, hanem két klikből tudják, hogy azt a panelt honnan szedik ki, azt a panelt honnan, és mire ő felemeli a kezét, kész van, és működik. Eddig nincs is semmi baj. Abban abba a pillanatban viszont, hogyha megáll, abban a pillanatban az, aki csak összepakolta, az hiába keresi a helyet, mert fogalma sincs. Viszont az, aki meg tudja írni, az így végigolvassa, és azt mondja, ja, itt van egy hiba, ezért nem működik a dolog. De hát úgy valószínű, hogy a, 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 a dolgok 90%-át át fogják venni algoritmusok, meg robotok. Jó, tehát, mert akkor hogy szép lassan, már nem kell ezért rajzot tanítani az iskolában, mert, mert fölösleges lesz. Hát mi azért még tanítunk rajzot, kézirajzot is tanítunk, annak ellenére, hogy nyilván a, a hallgatók nagy része nem kézirajzból fog utána, ö, ö, tehát nem az lesz a munkája de én szerintem nem lehet úgy olvasni, hogy az ember nem tanulja meg az ABC-t előtte, úgyhogy... Mennyire gyorsabb, hogy melyik a gyorsabb, a vizuális kommunikáció, vagy a vizuális befogadás képességének fejlődése? Hát ide gondolom egy komolyabb, erre a kérdés, egy komolyabb tudóst kellene behívni, erre nem tudok válaszolni, azt tudom, hogy ugye, és itt is média, design történet, hogy ugye régebben a mozikban voltak szünetek azért, hogy fogyasszanak limonádét, meg nem tudom, mit a, Igen, a de nézők. Most... és akkor bevágtak, ugye, a szünet előtt egy citromot. Hát ez a klasszikus. Igen, és akkor folyik a nyálad, és akkor kimész, és akkor. De az van, hogy ugye két frame alatt, nyilván ez a kontextustól függ, nem tudod felfogni a képet, amit látsz, úgyhogy tudatosodjam. És ez valószínűleg az MTV megjelenésével a 90-es években a klipkultúra, megjelenésével beindult egy elképesztő gyorsulás, de elért egy olyan po pontra, 2000-es évek fordulópontjára, szimbolikusan vagy nem, amikor már nem gyorsulhatott tovább a kép, de. mert nem fogtad fel, ha Jó. vezessem ezt le. Szerintem azért nem gyorsulhatott tovább a kép, mert elértük a felfoghatóságnak a határát, és mi történt ekkor? Neo a Matrixban megállította a pillanatot. Tehát akkor egy ilyen nagyon furcsa, azt szerintem egy ilyen ősrobbanás volt, ahhoz fogható dolog volt a vizuális kultúrában, mert mi történt? Nem az volt, hogy még gyorsabban látom, hogy lövöldöznek és pattognak le a, 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 a a, 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 a vakolat, visszatérhetünk akkor a vakolatnál vagyunk, hanem Neo megállítja a pillanatot és körbe tudja sétálni. Tehát tehát ez tulajdonképpen olyan volt, mint ahogy hogy összehúzódik és a robbanás, nem tudom mennyire érthető ez a kép, tehát szerintem itt, 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 volt egy ilyen visszafordulás. Igen, igazán van, mert csak arra gondoltam, hogy, hogy, ugye, hogy a klipkultúra volt az, ami, amikor elértünk odáig, hogy gyakorlatilag három és fél percben egy akármilyen hosszú történetet sikerült elmesélni, és nagyjából befogadható is volt az emberek számára. Bár mondjuk, hogy ellent mondjak magamnak, én nekem az utolsó Mad Max a kedvencem az összes közül, és, és azt hiszem, hogy menne 2700 vágás, vagy nem tudom mennyi. Tehát, hogyha majd, és azt hiszem, a rendező 72 éves. Tehát azért, jó, biztos, hogy nem ő vágta a filmet, de olyan hihetetlen sebesség van, nincsenek benne már szinte mondatok se, hanem ez a puszta design, ez a világ, Steampunk, vagy nem tudom, milyen negatív disztópia, és szeretem. Annak mm -hmm. ellenére, hogy most felépítettem egy ilyen kultúrpesszimista narratívát, az én is szeretem. Sőt, a, a párommal azon szoktunk vitatkozni, mert most én ilyen post covid fáradtságban vagyok éppen, mert elképesztő. Ö, 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 energiavesztésen este már, és egyre jobban látom azt, hogy igazándiból nagyon nyugtatnak azok a filmek, amikbe sokat szaladnak. Így hát most azt mondtam neki, hogy már nagyon régen nem jutottam el a moziba, most a James Bondnak van az utolsó része, amit én mindegyiket láttam, mindegyiket moziba láttam, ha mondom, én el akarok rá menni. Hát nézzük meg a trailert milyen, megnéztük azt, hogy ő nem jön el velem. Hát mondom, akkor most Egyedül, akkor megyek, moziba. megyek egyedül hol van a legközelebb, mert most ugye már két hónap, ez december, karácsony előtt volt, hol van, ahol játszák még a James Bondot, kiderült, hogy a, a kampónába játszák, mondom, én még életemben nem voltam a kampónába, oda megyek, tök üres parkoló, leállok, bemegyek, tök üres izé központ, még az a kép nincs, mint ugye az amerikai elhagyott bevásárlóközpontban, hogy nő a bokor, meg az őzike bejön, oda megyek a nőhöz, mondom, kérek -e egy jegyet. Mire? Azt mondja, James mondom, mondom, van még? Azt mondja, van. Mondom, hova kérj? Hát mondom, valahova fölé, fölőre, középre. Oda adja a jegyet, bemegyek. Tök üres a mozi. Leülök, elkezd James Bond szaladni, és a végén meghal. A tök üres moziba végignézem, hogy meghal James Bond, kijövök, és így a tök üres parkolóba beszállok így a kocsiba, és így elindulok hazafelé, és így azon kezdtem meg gondolkodni, hogy ez most mit jelent. Tehát, hogy de most beszélünk egy tartalomról, és ahogy ezt most itt elmesélem, tehát ez is Igen. média design. Tehát itt van most egy film, amit ugye mindenki ismer. De én ezt most úgy mesélem el, hogy egy üres moziba megnézem, hogy meghal az egyik legnagyobb hős, aki eddig elpusztíthatatlan volt. És ezzel már én is adok egy plusz. Gellert az egész dolognak. Nem csak azt mesélem el neked, hogy megnéztem a James bond hanem elmesélem, hogy egy üres plázába megnéztem, hogy meghalt James Bond. <laughs> ez most meg volt ez a film nagyjából mindenkinek. Választhatsz témát, lehet a digitális... Milyen kifejezést használhatok? Detox. Digitális detox, illetve a kádári kőpor fenomenológiája. Az, hogy indult el az a projekt? Ugye arról van szó, az építész fórumról szoktam én beszélni, szoktam cikkeket ajánlani, rendszeres olvasója vagyok, és ott nyáron volt egy kádárkocska sorozat, és ennek az egyik részében ti azzal foglalkoztatok, hogy Magyarországon ezek a Kádár -Kocka házak, amiből nem tudom hány ezer épült a 60-as, 70-es években, hogy azoknak miért fél olyan... millió, fölött, millió biztusos, fölött Inkább egy millió. Hogy azok miért ugyanúgy néz? Néznek ki, majdnem ugyanúgy néznek ki, de hogy mindenféleképp kőporoza van, a minták változnak. Eh, ahogy nézegettem őket, eszembe is jutott, hogy ez mennyiben hasonlítható a, a, a szegedi napsugaras házakhoz. Ugye a szegedi napsugaras házaknál a házak homlokzatán a, a tető alatti rész, tehát Vértek. a, a, a Mit? Vértelek, úgy Vér, hívja. Ez a neve, hogy vértelek? Vértelek, így van. Tehát a vérteleknek van egy ilyen napsugaras funkciója, ami nyilván szeged napsütésével vagy, vagy naposságával függ össze. Hát ez az egész projekt úgy indult, hogy egy német fotós, Katalina Roters 2003-ba elkezdte fotózni középformátum analóg fényképezőgéppel a a vidék családi házait, lakóházait. Én az első pillanattól ott voltam ennél a projektnél, és nem is értettem, hogy mit akar. De az történt, hogy hogy ahogy haladt erőre, a dologgal kiderült, hogy itt egy formanyelvre pukkant rá, hmm. ahol nem csak sorozatok, hanem alsorozatok sorozatok vannak, variációk, permutációk, stb. stb. És akkor, és akkor a kérdés, és, és akkor az volt, hogy próbált, tehát én beszártam, tehát én eredetileg dokumentumfilmes vagyok, és ö, ö, több euh, dokumentumfilmet csináltam, ahol nem feltétlenül a, 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 az igazságot kerestem, hanem mondjuk a formával játszottam. Ez igaz a Bogárra is, vagy utána a panonhalomra, és akkor utána volt még egy hosszabb film, csak a fontosabbakat mondanám, a Hunok, amit félig Németországon, félig Magyarországon forgattam, ahol pontosan ez a ez a ez a ö, 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 teoretikus architektúra, tehát hogy ki mit hogyan próbál elmesélni és hogy az ahogy megpróbálja elmesélni milyen hatással van, tehát mennyire uh, manipulatív az a pillanat is, amikor én azt próbálom mondani, hogy én most tök objektív vagyok, mert én dokumentumfilmes vagyok. Tehát uh, gyakorlatilag az én filmes uh, indulásomnál ez volt már az alapkérdés, hogy mi az, hogy akkor dokumentumfilm, és akkor hogy objektíven ábrázol valamit. És ezt próbáltam um, tágítani, kifordítani. Sosem sem objektív egy dokumentumfilm. Kísérletezgetni vele, és akkor tulajdonképpen én, én, én nekem is voltak rádióműsoraim, és sok mindent kipróbáltam, színészkedtem is, a mai napig részt veszek is, és így éreztem, hogy tulajdonképpen nem akarok én ide egy dokumentumfilmet csinálni, hanem elkezdtem, elkezdtem kvázi ilyen antropológusként működni, interjúkat csináltam, de soha nem csináltam videót hozzá. És akkor a végén ebből lett egy szöveg, a Magyarországon nem találtunk kiadót hozzá, szerencsére, és akkor német pénzből Zürichbe ki lett adva egy könyv, ami aztán azonnal a frankfurti könyvásáron elnyerte a német építészeti könyvét. Onnantól fogva kezdtek el foglalkozni mondjuk Magyarországon, is ezzel már komolyabban. Addig kávé csak ki lett röhögve ez a projekt. Mert ez szigorúan magyar vonatkozás? Akár csak, csak csak szigorúan magyar vonatkozás. és nem akarok kitekinteni, de lényeg az, hogy, hogy amikor megjelent a könyv, a 14-be, ugye 13 ban lett összerakva, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen ennek az egész dolognak, ez egész kádár kocka, meg az a rajta lévő ornamentizáció egy korszaknak a szimbóluma, de az, hogy mennyire, tehát hogy ehhez milyen a viszonyunk, az viszont már nem csak a 60-as, 70-es évekről szól, hanem a viszonyról ami Holt minket az. ehhez az egészhez fűz. És az volt az egészben az érdekes, hogy egy komplett olyan ornamentizáció ö, tárult fel ezeken a fotókon, ami, mondom, átütötte a szeget nemzetközi szinten is, úgyhogy eddig itt ez egy abszolút lesajn. És akkor elkezdtem nézegetni, és kiderült, hogy nincs róla semmi. És akkor van egy könyv, a Kulturális Emlékezet, a Jan Asman írta, amiben van egy olyan dolog, a sodródó hasadék, egy olyan gondolati alakzat, ami azt jelenti, hogy a mában elképesztő mennyiségű információ áll a rendelkezésünkre. Ahogy távolodunk visszafelé, a még megélt és a már történelmi változtatott múlt között van egy sodródó hasadék, amiben, ha beérünk, eltűnnek az információk, alá kádár kocka, majd ahogy távolodunk tovább, újra feldúsulnak. Tehát a népi építészetről újra sokkal több információ a rendelkezésünkre. És akkor én rájöttem arra, hogy tulajdonképpen mi ebbe a hasadékba tenyereltünk bele, de nem úgy, hogy, hogy antropológiailag, hanem a fotós Katarina tulajdonképpen egy esztétikai programot hajtott végre. Ő festő volt, és őt a színek és a formák ö, ö, ragadták magukkal. És aztán ezen az esztétikai ajtón léptünk be, és aztán tulajdonképpen kiderült számomra, hogy ez, mint ö, ö, dokumentumfilmesnek, vagy mint olyan embernek, akit érdekel az a, a antropológia, ez egy elképesztően erős helyzet, és akkor én tulajdonképpen, annak ellen, hogy nem ez volt a tervem, én a rendszerváltás heraldikájával szettem volna foglalkozni. Van egy címeres kutatás is, ebbe most nem mennék bele. Volt egy kiállítás. Volt is, igen, de hogy de hogy mégse a rendszerváltás heraldikájáról írom a doktorimat, hanem a kapart kőpor fenomenológiájáról amiben ugye bent van a fenomenológiában nem csak egy jelenséget hírunk le, tehát a jelenség, a megfigyelés első szintjén itt állok, látlak téged a mikrofonokat, a technikai személyzetet, látom az adástáblát is, a képmezőm szélében elmosódva még érzékelek bizonyos dolgokat, amit vagy felfogok, hogy mi, vagy nem. Ha egy szinten feljebb lépek a megfigyelés második szintjére, akkor látom magam ahogy látok. Tehát meg tudom figyelni magam, ahogy megfigyelek, Igen. és ez az a pillanat, amikor láthatom azt is, amit nem látok. Tehát a vakfoltok a megfigyelés második szintjén tárulnak fel. És tulajdonképpen mind a két dolog egy vakfolt, és akkor elkezdtem, elkezdett engem az érdekelni, ami összeköti ezt a címet meg a, a házakat, hogy mi is egy ilyen vakfolt. Tehát, hogy hogy lehetséges az, hogy valami mindenhol ott van, és még se látja senki. És hogy milyen uh, érdekek mentén lesz valamiből tudás vagy információ, milyen személyes vagy intéz, uh, intézményi érdekek uh, mentén rajzolódik ki. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor ezt megírom. És az első felütésem is az volt, hogy gyakorlatilag ez egy paradigmaváltás lesz a magyar néprajz történetében, mert persze a néprajzi Múzeumot se érdekelte ez a projekt, hogy amennyire ez a magyar, Modernitás, vagy lokális modernitás, a vidék modernitásának a kulcsépülete, amiről a kutatás első pillanatában azt se lehetett pontosan tudni, hogy típusterv alapján készült, vagy spontán, ö, 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 cunamiként ment végig, ami később kapott típustervet. Uh -huh. Tehát ez se volt ö, világos. Ö, és most úgy érzem, hogy elérkezett, ugye az első publikáció után majdnem tíz éve elérkezett az a pont, hogy, hogy ez átszivárgott valahogy ez a gondolat, hogy amennyire ebben az épülettípusban a népi építészet elpusztítóját, a vidék imázs rákos daganatát látja a művelt ö, 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 közönség. A közben ez. A közben ez egyszerre valóban a modernitás kulcsépülete, de pont az ornamentáció miatt, meg az miatt, hogy amit a, nép, a népművészet egyik ö, 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 definíciója, hogy valaki a saját maga által készített szerszámot még fel is diszíti, tehát ő használja, ő készíti el, ő díszíti fel, akkor az népművészet. Na most ezek a házak, részben saját kaláka felállásban épültek, és a díszek nagy részét is a lakói találták ki. Tehát ilyen értelemben véve egyszer a modern. De ez mi volt egyébként a, a, metódus? Jött a mester, és akkor mondta, hogy na hát lehet ilyen, lehet Vagy csíkos. egyszerűen az volt, hogy láttam ott a harmadik háznál, van egy olyan, csak ne középre rakja, hanem rakja szére, meg maradtak itt még cserepek, azt nem lehet, vagy tükrök. Azt Tehát az, ez egy spontán a, a, szöveg, amit ehhez írtam, az, az interjúk alapján tereptöredékek ként raktam össze, ott az egyik interjúban elhangzott, hogy leült a konyhába, fogta a papírt meg a vonalzót, mert ő, ő műszaki ő, szakmunkás képzőbe járt, tehát volt vonalzója, és addig húzkodta a vonalakat, amíg kész nem lett, és akkor mondta a papa, hogy akkor legyen így. De és az, hogy Vazarelli mennyire játszik ebbe benne, meg ez az egész absztrakt művészet, ez az egész geometriáló absztrakció, tehát itt nagyon komoly összefüggések vannak, ami, ami, lehet, hogy majd még egyszer fel lesz tárva. Én minden esetre úgy vagyok vele, hogy hogy, hogy foglalkoztam vele annyit, hogy most mi lassan el tudnám engedni ezt a témát. Kihalt a dolog? Kihalt a dolog. Egyébként ugye most az, hogy a... És itt is a média térünk vissza. Tehát, hogy a... Tehát ez a fogalom, hogy nép, meg hogy népi kultúra, meg... Tehát ez egy elég nehezen megragadható dolog. Annyi biztos, hogy az a fajta érintetlenség, tehát az a társadalom, ami nem volt annyira átmedializálva, és nem láttam azt, amit ő rárakott diszként a ház falára, azonnal egy fotón, ami megjelenik valahol. Ma már így vagyunk. Tehát abban a pillanatban én teszek egy gesztust, ez legyen az, hogy leteszik elém a nem tudom milyen kapucsinot, amilyen szép a hab, azt gondolom, hogy az már kép meg kell, hogy szülesse, mert ha nem születik meg, akkor az nem is történt meg. Na most ez a fajta hamvas naivitás, ez gyakorlatilag egy ilyen civilizációs ö, 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 lépcsőként, ezt szerintem elmúlott. Tehát a mai, mai inkább nem a ház díszítésébe határozza meg magát valaki, hanem hogy milyen autót vesz magának, meg hogy hova megy nyaralni. Uh -huh. Jó, e, 9 óra 51 perc van, e, és még azért a digitális detoxról nem beszéltünk, amit meghirdettél a suliban. Hát a digitális detox, ugye, ha már beszéltünk a kulturális pessimizmusról, meg arról, hogy akkor valaki, aki ugye képeket készít, akkor is, hogyha ez alkalmazott, és ugye pont ezzel a design kifejezéssel azért így mosódik elég határozottan össze a képző és az alkalmazott művészetek közötti dolog. Tehát a dizájnra, ugye valaki azt mondja, hogy nem művészet, valaki azt mondja, hogy művészet mindenképpen egy ilyen kapocs mondjuk a, 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 az alkalmazott és a képzőművészek között próbálunk hangsúlyt fektetni, azáltal az mellett is, hogy ugye rengeteg dolgot kell megtanulni egy hallgatónak a különböző szoftverek, a képalkotás szabályrendszere mellett sajnos nem jut annyi idő, amennyit mondjuk én is szeretnék arra, hogy tulajdonképpen a kultúrás tőkét emeljük az embereknek, de a digitális detox az ugye arról szól, hogy ennek az egész környezetnek, amit a, a technika vagy a technológia e, ilyen e, visszavonhatatlanul határoz meg, e, ennek van egy addiktív vonatkozása. Tehát ahogy tényleg pörgeti a Facebookot, és akkor nem az van, hogy megáll egy pillanatra, és nem az van, hogy akkor azt végigolvassa, csak látja, hogy az van ott, és pörget tovább. Tehát, hogy ezt meg kell tudni el, el is engedni. Tehát kell egy szoba, ahova ezt nem engedjük, be. Legalábbis ez az én véleményem. És a digitális detox, az tulajdonképpen, ahogy az ember mondjuk túlissza magát, úgy túl is digitalizálhatja magát, és akkor utána szüksége van egy jó legénylevesre, vagy milyen levesre meg nem tudom. Én. És ez a ez lehet az, hogy nem nyitom ki a laptopot, vagy nem nézek képeket, hanem megpróbálok itt a földnevű bolygón mindenféle média protézis nélkül így elviselni mondjuk egy órát. A hatásáról majd majd beszélni fogunk. Nagyon szépen köszönöm dr. Szolnoki József DLA-nak, az Egri Vizuális Művészeti Intézet média design tanszék vezetőjének. Egyetem újra rosszul lett bemondva, média és design intézet igazgatója vagyok. Igen, igen, ez rosszul, rosszul De fel. minden rendben van. Nagyon szépen köszönöm, hogy is voltál. köszönöm.